Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirko ezotérikus szabályetlen vezetője. Nálunk parapszichológus képzés folyik. Szeretnék egy kicsit az auráról beszélni önöknek. Az emberek körül van egy elektromágneses tér. Ezt már fizikusok is jól tudják, hogy minden ember, ha jól emlékszem a számra, kb. 240 wattot sugároz. 240 watt elektromágneses energiát sugároz ki a térbe. Hát ez ott összegyűlik, meg elvezeték, meg hasonló, de ezt hagyjuk, mert az már bonyolult. Maradjunk annál, hogy kisugározzuk. Igen ám, de hát ez az energia, az elektromágneses energia, a testünk körül egy ilyen aura nevezetű dologban még sűrűn látszik, ezt hívjuk asztrális aurának. Az asztrális aura azoknak az embereknek, akik nem fejlesztik, tehát nem foglalkoznak az energiarendszerük fejlesztésével, növelésével, az ő asztrális órájuk körülbelül előre is 10 méter, hátra is 10 méter, a fejük fölött meg körülbelül 50-60 cent. Ebből ön, kedves, éleseszű nézőm, már is rájött, hogy nem igazak azok. Az a rengeteg fénykép, ami fent van a neten, ahol ilyen tojás alapú az aura, hát kérem szépen, hát aki nem látja, az el is hiszi. Ezért törekedni kell arra, hogy érzékeljük, illetve lássuk az aurákat. Van egy nagyon érdekes aura az ember körül. Ez az éterikus aura, ami konkrétan a teste körül van, nem nagy, ez pici. Tehát az edzetlen, úgymond edzetlen embereknek ilyen pici ez az éterikus aurája, és hogyha azt a legkönnyebb látni. Mert ha ránézünk, akkor a feje körül rögtön látunk egy ilyen fehéres, kékes valamit, vagy attól függ, hol áll, akár kicsi ragyogásnak is láthatjuk. És akkor ez nem azért van, mert ő a szent, hanem azért van, mert ez minden ember feje körül, teste körül jól látszik, ez az úgynevezett éterikus aura, amelyet az ezotérikus irányzatok a fizikai testhez tartozónak tekintenek. Az asztrális aurára, amiről az előbb beszéltem, azt mondják az ezotérikus irányzatok, hogy abban az érzéseink vannak. Ez így igaz. Persze az érzéseinken kívül még rengeteg más is van, elektromágneses komponensek, pszichikai komponensek, stb. Stb. De ezekről itt a Kirkóban részletesen tanulunk. A kezünkkel lehet érzékelni ezt az aurát, lehet benne találni mindenféle dolgokat, nem muszáj látni. Aki látja, annak jobb. Tehát mi tanuljuk az auralátást is. A következő videómban be is mutatok önöknek egyfajta aura látó gyakorlatot, hiszen sok van, rengeteg fajta módon lehet tanulni aurát látni. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor a legközelebbit gyorsabban meglátják. Viszontlátásra!